Szembe jött velem, hogy Magyar Péterről pszichiátriai véleményt készítettek, legalábbis az a cikk, amely ezt lehozta, azt mondja, hogy ez egy pszichiátriai szakvélemény, mégpedig egy igazságügyi pszichiáter szakértő készítette ezt, Magyar Péterről. Szeretném nyomatékosítani, hogy ezzel a videóval semmilyen politikai állásfoglalás, kifejezésen nem célom, hanem csupán szakmai véleményemet fogom kinyilvánítani ezzel az állítólagos szakvéleménnyel kapcsolatosan. Azért mondom, hogy állítólagos, mert hogyha ezt tényleg egy szakember írta, akkor súlyos szakmai védségeket követett el, ha pedig nem szakember írta, de úgy hivatkoznak rá, mint szakember, az egy másik probléma, azt majd önök eldöntik, hogy ez egy milyen probléma. Én itt szakmai szempontok mentén vagyok itt, és erre szeretném fölhívni a figyelmet. Akkor elkezdem sorolni a problémákat. A cikk azt írja, hogy egy pszichiátert, méghozzá igazságügyi szakértőt ö, kértek fel, aki nem fizikai jelenlét mellett elvégzett projektív teszteket, a speciális rósak és a szondi tesztet. Most az első probléma az, hogy a pszichiáterek és igazságügyi pszichiáterek nem értenek a pszichodiagnosztikai tesztekhez. Ez többek között azért van, mert ö, nem tanítják nekik az egyetemen, hiszen ez nem a pszichiáterek képzésében van benne, hanem a klinikai szakpszichológusok képzésében. Tehát egy pszichiáter az nem tanul sem Rorschach-tesztet, sem szondi tesztet mélységeiben, ö, hanem ez a klinikai szakpszichológusoknak a képzésében van benne. Ez az egyik, hogy nem tanulnak, innentől kezdve, Ö, nem is vehetnek föl ilyen tesztet, és nem is értékelhetnek ki ilyen tesztet. Tehát amennyiben ez a pszichiáter, ha ilyen tesztet értékelt ki, akkor ott két dolog fölmerül, hogy ö, hogyan tehette ezt meg, hiszen ő nem képződött ilyen irányba. Vagy esetleg valamilyen. Ö, klinikai pszichológusnál megtanulta ezt a teszt alkalmazását. Nem, most csak szeretném mondani, hogy ezért ez a tesztnek a megtanulása, ez nem két nap, nem két hét, nem egy év, nem két év, én lassan nyolc éve használom ezt a tesztet, és még megtanultam, az körülbelül úgy érzem, hogy egy négy-öt év volt legalább, úgy, hogy a gyakorlatban napi szinten alkalmaztam. Mindjárt itt meg is mutatom, ugye ez az alapkönyve a rosszak tesznek, ez egy igen vastag könyv, ez a biblia a rosszak teszben, és ezen kívül van még egy másik könyv, ami egy frissebb a klinikai alkalmazásáról, és még egyszer mondom, napi szintű használat mellett, körülbelül szerintem egy öt év, mire az ember ő, úgy alaposan meg tudja tanulni. Tehát egy pszichiáter nem is vehet föl ilyen teszteket, nem is ért hozzá, és nem is értékelheti ki. Ez az első probléma. A második probléma, hogy nem fizikai jelenlét mellett végzett el projektív teszteket. Ez egy óriási probléma, hiszen ö, a telemedicina kapcsán ugye a Covid-del, ami bejött, online terápiáról, konzultációról tudunk, viszont pszichodiagnosztikai vizsgálatot, amely tartalmaz például projektív teszteket, így rosszak tesztet, azt nem lehet nem fizikai jelenlét mellett kivitelezni. Tehát ez lenne a második óriási szakmai hiba, amit itt elkövetett az illető, ha egyáltalán tényleg igaz ez a történet. Aztán szeretnék a szakvélemény további részeivel is foglalkozni, egy-két dolgot kiemelni. Tényleg nem elemezni az egészet. A, az egésznek a szövegezése ö, olyan, mintha egy laikus összedobott volna valamilyen zagyva szöveget, amelynek nincs értelme, és itt-ott beletűzött volna valamilyen, ö, hát kvázi szakmainak tűnő ö, ö, szavakat. De az egésznek így nincs értelme. Mivel már évek óta én is szakvéleményt írok, tehát soha nem szoktunk így fogalmazni, sem én, sem más kollégáim. Azt mondja a szakvélemény állítólag, ugye, hogy enyhe szorongásos, finom, kényszeres tendenciák folyamatos jelenléte. A, na most az enyhe szorongást az bárkiben lehet, normális embereknél is vannak olyan helyzetek, ahol enyhe-szorongásos állapotok jelentkeznek időnként mondjuk szituációkhoz kötve, tehát ezzel nem mondtunk még semmit. Ugye itt akarja bebizonyítani, hogy nagyon szorong és, és beteges, de az, hogy enyhe-szorongás, hát ez bárkinnyel előfordulhat. Ez önmagában még nem jelent semmi kórosod. Azt mondja, hogy finom, kényszeres tendenciák. Na most... Mi az, hogy finom kényszeres? Van nem finom kényszeres, meg finom kényszeres? Tehát, hogy egy véleményben, ez, hogy finom kényszeres, ilyen nincs. Aki már tapasztalt kényszeres tüneteket, az mindenképp leírhatja mindenhogyan a tüneteit, csak úgy nem, hogy finom. Ez senkinek nem szokott ízleni, mert ez egy nagyon kemény dolog tud lenni, amikor valakinek kényszeres tünetei vannak. Aztán van egy ilyen, hogy határozott örömszerzési késztetése van. Na most elmondom csöndben mindenkinek, hogy aki egészséges, annak örömszerzési késztetése van. Az, aki nem szeretne magának örömöt szerezni, azzal valami probléma van. Tehát igazából itt megint leírtunk valamilyen egészséges működést, és egy ilyen köntösbe becsomagolva, mint hogyha ezzel valami probléma lenne. Na most, ilyen ö, dolgok, amiket itt megállapít, olyan, hogy ö, nem igénye a logikai ellentmondás mentesség, stb., ilyen a rosszak teszből sem a szondi teszből nem állapítható meg. Tehát ez a vélemény, amit itt tartalmaz, ezt még egyszer mondom úgy, hogy ö, igen, gyakran írok rósakból véleményt, hogy illetve írtam is az elmúlt években, hogy ilyen ö, dolgokat nem tartalmaz a rosszak vélemény, hiszen ilyen megállapításokat ebből a teszből nem tudunk megállapítani, hogy milyen logikai ellenmondásmentesség vagy micsoda van. Más dolgokat megtudunk, de így ez ez így nem állapítható meg a orszakból. És akkor még egy picit tovább folytatom, itt írja az a vélemény, hogy külvileg értelmezése erősen szubjektivizált, egyfajta sajátos álomvilágban mozog. Na most szeretném elmondani, hogy mindenkinek az értelmezése a világról a szubjektív. Most itt persze van ez a jelző, hogy erősen szubjektív, erősen vagy gyengén szubjektív, de mindenki szubjektív. Ezt csak úgy így itt hagyom, hogy ezt tudjuk. Az, hogy álomvilágban mozog, ez nem szakmai megállapítás. Ez, ez miről szól? Fokozott fantázia működés, eltávolodásra, realitástól, mit akarunk ezzel kifejezni? Mi az, hogy álomvilágban mozog? A gyerekek szoktak álmodozni, meg fantáziálni. Mi az, hogy álomvilágban mozog? És akkor ilyen idézőjelben van téve. Ugye ez nem egy, egy komoly szakmai megállapítás. És aztán. Uh, halladunk tovább, és oda van írva összegzésként, hogy jellegzetes neurotikus személyiségszerveződés. Akkor most szeretném elmondani, aki azt hiszi, hogy vannak uh, uh, személyiségében egészséges, illetve beteg emberek, hogy a mindenki minimum neurotikus személyiség szerveződésű, mindenkinek vannak lelki problémái, itt ott egy kis szorongás, ezt hívjuk neurotikus személyiség szerveződésnek, és az ennél súlyosabb személyiség patológiákat hívjuk magasan szervezett személyiségzavaroknak, illetve alacsonyan szervezett személyiségzavaroknak, de itt amit írnak, hogy neurotikus személyiségszerveződés, ez mindenkire igaz, kivétel arra, aki ennél súlyosabb ö, problémákkal küzd, tehát a cikk írója is minimum neurotikus, tehát ezzel megint csak nem mondtunk semmit. Ezt szerettem volna elmondani kizárólag szakmai szempontból, önöknek mi a véleménye? Ezzel kapcsolatosan.